Nagy erőkkel dolgoznak a szakemberek itt a Szövetség utcában. Fél éven keresztül egy összetett közmű és útfelújítás zajlik a területen, vagyis a szakemberek kiépítik, illetve kicserélik a csapadék, valamint szennyvíz csatornát. A beruházás azonban szabad területet kíván, így a Hédervári út és a Bátori utca közötti szakaszt nem használhatják az autósok a következő hónapokban. Majd a közműcserék követően veszi kezdetét az útépítése része, várhatóan nyár elejétől, és ez a terv, hogy szeptemberre be tudjuk fejezni ezt a munkaszakaszt. Egyéb közműfelújítások is fognak történni a Szövetség utcában, mert ha megnézzük, akkor rengeteg légvezeték, légkábel van az oszlopokra helyezve, ezeket a légkábeleket is földkábelre fogjuk cserélni, tehát nem láthatók majd később más, csak közvilágítási oszlopok, minden egyéb más tartalékot a burkolatok alá fogunk helyezni. Az összetett beruházás eredményeként a Bácsai út, Szövetség utca nyomvonala megváltozik a jövőben, egy önkormányzati fejlesztésből pedig a Bácsai utat összekötik az új Bácsai út nyomvonalával. Ehhez kapcsolódik a Szövetség utca jelenlegi burkolat megújítása is, ami az autósok számára terelő útvonalakat jelent. A személyautók számára a Bátori út, Damjanics utca útvonalat tudtuk kijelölni terelő útként, hiszen ez áll legközelebb a Szövetség utcához, legközelebb párhuzamos útként. Az autóbuszok számára pedig a Zemplén utcát lehetett kijelölni, mint legközelebbi tömegközlekedési alkalmas útvonal. Nyilván egyik sem a legideálisabb útvonal, de a réformok az úthálózatából ez a két megoldás volt lehetséges. A 400 millió forint értékű rekonstrukció magába foglalja a Leibstück Mária utca felújítását is, így nem csak hasznos, de esztétikus is lesz az a beruházás, ami csütörtökön indult Réfaluban.